A választási bizottság elnökétől vehette át megbízó levelét Törő Gábor. Fejér megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, folytatja azt a munkát, amelyet 4 ciklussal ezelőtt elkezdett. Mint fogalmazott, kiemelt figyelmet fordít a települések vezetőivel és a közösségekkel való folyamatos kapcsolattartásra és a fejlesztésekre is. Nagyon fontos a Modern Városok programja, ugye ennek szerepe van Székesfehérváron nagy részben, döntő fontosságban, 10 milliárdos fejlesztésekről beszélünk. Ezekből fiatzott az úgynevezett Magyar Falu program, amely a kis településeket támogatja, és folytatódni fog a kis település, kisvárosi programok is, amelyek szintén a fejlesztésekről szólnak, gyakorlatilag folyni fog a vidék felzárkóztatása, és emellett a családoknak a további megerősítése is zajlik. A régió új országgyűlési képviselőnek elsőként gratulált Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András kiemelte, közös munkájuk azt a célt szolgálja, hogy a várossal együtt az agglomeráció települései is egyre élhetőbb városokká és falvakká váljanak. Az agglomerációs gondolkodás, az együttműködés, az adott települések megválasztott polgármesterei közül pártállástól függetlenül és a megválasztott országgyűlési képviselő között, ez nagyon fontos. Azt gondolom, ez jól működött az elmúlt években. A Magyar Falu programban, a Modern Városok programban, ugye a középvárosoknak van a toppon keresztül uniós fejlesztési kiemelt forrás lehetőség, hogy ebben tudjunk a jövőben is együtt dolgozni, hiszen ez adja azt a környezetet, ahol az emberek élnek. Cserpalkovics András hozzátette, Törő Gábor mögött jelentős a társadalmi támogatottság, ami ugyan könnyebbé teszi a munkát, de a felelősséget növeli. Fejér megye 2. számú választókerületében a képviselőválasztáson összesen több mint 28 ezeren szavaztak Törő Gáborra, aki a voksok 56%-át szerezte meg.